Mindenkit szeretettel köszöntök ezen az előadáson, amire a Gyuri kért meg januárban, január közepén valamikor akkor, hogy csináljak egy előadást a földközeli kisbolygókról, hogy ez lesz a téma. Azt gondolom, hogy ez egy elég földhöz ragadt, hogy úgy mondjam, téma. Ugye sokszor hallom azt én is a ismeretterjesztési tevékenységem során, hogy a csillagászat azért egy elég elvont tudomány, nem nagyon kapcsolódik az átlagos utcai, vagy mindennapokhoz, hogy úgy mondjam. Hát ez egy olyan téma, ami azért kapcsolódhat, ezt majd látjuk a későbbiekben is. A kisbolygók, hát itt egy fantáziarajz van, hogy éppen egy viszonylag nagyméretű kisbolygó elhalad a Föld mellett. Hát ilyen szép felvételeket még nem tudunk készíteni, de azért tényleg előfordulnak ilyen esetek, és mivel egyre jobban fejlődik a méréstechnika, egyre több ilyen esetről is tudunk. Erről is majd egy kicsit később. Na most úgy gondoltam, egy kis rövid történeti áttekintéssel kezdem az előadást, hogy mégis helyére rakjam ezeket a kisbolygókat, mert elég sokáig nem tudtunk róluk. Ugye maguknak a kisbolygóknak a felfedezése 1801. január 1-jével, tehát a 19. század első napjával kezdődött, amikor egy Giuseppe Piazzi nevű palermói csillagász felfedezte a Cereszt, hát most már tudjuk, hogy most már nem is a legnagyobb kisbolygó, mert ugye 2006 óta már törpebolygóvá van minősítve, de régebben még a legnagyobb kisbolygó volt, és utána elkezdték szépen sorban felfedezni a többi kisbolygót. Később, ahogy az asztrofotózás elterjedt, tucatjával, százával találtak kisbolygókat. Na most, 1898. augusztus 13-án egy német csillagász, Carl Gustav Witt, berlini csillagvizsgálóból felfedezte az Eros nevű kisbolygót, hát itt látható néhány felvétel az Eros kisbolygóról. Ezt a Neil Schumacher űrszonda készítette, majd egy kicsit később. Hát Wittnek a felfedezés az, mint a tudományban sokszor, az a teljes véletlennek volt köszönhető, ugyanis egy csillagot, egész pontosan a Beta Aquarius, tehát a vízöntő csillagkép második legfényesebb csillagának fényességváltozásait mérte, egy kétórás expozíciós idői felvételt készített, és ezen a felvételen megjelent ez a kisbolygó. Na most ugyanazon az éjszakán, tehát 13-án egy belga csillagász, Auguste Charlois, a Nizzai, kinek melyik tetszik, obszervatóriumból szintén felfedezte az égitestet, de ő nem volt elég gyors, Witt gyorsabban jelentette, publikálta a felfedezését, úgyhogy ez a felfedezés az ő nevéhez kötődik. Pedig Charlois egy igazi kisbolygó vadász volt. Most fejből próbálok emlékezni, mert a jegyzeteket nem nyitottam meg rendesen a laptop. 145 kisbolygót fedezett fel az élete során, ha jól emlékszem, miközben Witt csak kettőt. Tehát ezen kívül még egyet. Na most, ez egy érdekes kisbolygó volt, hamar ki tudták számítani a pályáját, és rájöttek, hogy ez nem a fő övben kering, hogy az összes addigi kisbolygót azt a Mars és a Jupiter között elterülő kisbolygó, fő kisbolygó övben fedezték fel, és hát ez volt az első olyan, ami nem ott, a pályája nem ott helyezkedett el. Ugye, ha már itt tartunk, akkor ugye, hol is vannak a kisbolygók a naprendszerben? Ugye? Az egyik legsűrűbb része, hogy úgy mondjam, az a Mars és a Jupiter között fekvő kisbolygóövezet, fő kisbolygóövezet. Akkor, mint az kiderült itt, vannak olyanok, amelyek itt a belső naprendszerben, Föld közelében helyezkedhetnek el. Aztán vannak az úgynevezett trójai kisbolygók, amelyek nagyon stabilan egy-egy bolygóhoz és naphoz képest stabilan helyezkednek el egy-egy speciális pontban, és vannak ugye a külső naprendszer kisbolygói, amelyek szintén két részre oszhatók, olyanok, amelyek keresztezik a külső bolygók, nagy bolygók pályáit, és hát vannak az úgynevezett Kuiper objektumok, amelyek a Neptunuszon túli térségben keringenek. Hát az, hogy a kisbolygóknak az elhelyezkedése a naprendszerben hogyan történik, arról több órás előadást lehetne tartani, úgyhogy most csak a földközeli kisbolygókról fogok beszélni, de próbáltam azért elhelyezni őket, hogy bizony sok helyen találhatóak a naprendszerben kisbolygók. Hát az Eroszról még annyit, hogy ez volt az első radarral észlelt kisbolygó, miután az Arecibo-i hanem rádiótávcső üzembe helyezték, radarral megvizsgálták ezt a kisbolygót. És végül a Neil Schumacher űrszondáról is beszélni kell. Ez 1996-ban indult, és hát a feladata pont ennek az Eros kisbolygónak a
meglátogatása volt, ezeket a felvételeket is ugye ez az űrszonda készítette, mint ahogy már említettem, és feladatát teljesítette, tehát a teljes égitestet feltérképezte 2000-re, aztán gondoltak egyet a program irányítói, misszió irányítói, ha már elvégezte a űrszonda a feladatát, miért ne próbáljanak meg leszállni a kis bolygóra. Tehát ez nem volt benne az eredeti tervekbe, de végül sikeresen végrehajtotta 2001. pont februárjában az űrszonda, és hát ez azért érdekes, majd a később látjuk, mert hogyha arra kerülne sor, hogy esetleg kisbolygót kell nekünk eltéríteni, esetleg felrobbantani, hogyha netán olyat látnak, ami veszélyes, akkor látható, hogy nem is biztos olyan lehetetlen a feladat. Ennek a űrszondának a példájából. Hát, mert mit mondtam, ez nem is volt arra tervezve. Tovább haladunk, eltelik, azt mondja, hogy több mint 13 év. A következő furcsa égitest, kisbolygó, az a 719. sorszámú, az Albert nevet kapta, hogy itt is látszik, hogy az Eros az a 433. felfedezett kisbolygó volt, tehát előtte több mint 400 felfedeztek, ami csak a Földben keringett, aztán majdnem még 300, bár közte voltak trójai kisbolygók, mindegy. Na ezt egy osztrák csillagász, Johann Palisza a bécsi csillagvizsgálóból fedezte föl, ő is amúgy egy nagy kisbolygó vadász volt, ha jól emlékszem, 99 kisbolygó felfedezése fűződik a nevéhez. Annyit elfelejtettem az előbb említeni, hogy az Eros az egy elég nagy égitest, tehát azért is ők találták meg jóval korábban, mint a többit, hogy a második legnagyobb az ilyen földközeli kisbolygók között, de láthatjuk, hogy elég szabálytalan alakú, a méretei azok kb. 34x11x11 kilométer, tehát tényleg egy elég nagy égitest. Miközben ez az Albert és a soron következő 887 Alinda, azok csak ilyen 2 kilométeres kődarabok, hogy úgy mondjam. Hogy ezt a 887 Alindát, ezt 1918. január 30-án fedezte föl a Max Wolf, most oda ideírtam saját puskának is, hogy ez nem azonos a Wolf-féle napvolt relatív szám Wolfjával, mert az Rudolf Wolf volt és Zürichben működött, miközben Max Wolf heidelbergi csillagász volt, észlelő csillagász egész pontosan, mert ő is kitűnő kisbolygó vadász volt. Itt az a ma említendő csillagászok között ő fedezte fel a legtöbbet, 248 kisbolygó felfedezése fűződik a nevéhez. És hát német lévén elég precíz ember is volt. A felfedezésein kívül több mint 12 ezer pozíciómérést végzett el különböző más égitestekre, ami akkoriban még a számítógépek előtt egy hatalmas munkának minősült. És hogy milyen ember lehetett, arról egy vicces anekdotát találtam, miközben itt készültem az előadásra. Volt egy kortársa neki, Gustav Strake, szerintem így ejtik. Ő is észlelő csillagász volt, de ő Berlinben dolgozott, és hát jó barátok voltak, vagy legalábbis gondolom. De Strake az egy szerény ember volt, és ő kijelentette, hogy nem szeretné, hogyha róla neveznének el kisbolygót. Ugye a kisbolygóknál úgy történik a dolog, hogy nem a felfedezőről nevezik el az égitestet, hanem a felfedező ad egy javaslatot, hogy ő miről szeretné elnevezni, és akkor a Nemzetközi Csillagászati Unió ezzel foglalkozó testülete elfogadja vagy nem fogadja el a javaslatot. Na most, hát Wolf úgymond megviccelte Strakét, mert igaz, ugyan Strake kijelentette, hogy róla ne nevezzenek el kisbolygót, de Max Wolf most nem tudom az évszámot, de volt egy év, amikor októberben 13 nap alatt 8 kisbolygót fedezett fel, és egymás utáni sorszámokat, és ugye 8 kisbolygó az G-S-T-R-A-C-K-E, G-Strake kijön, és ezeknek a kezdőbetűiből javasolt a neveket, úgyhogy így viccelte meg kollégát, hogy mégis fölkerült a neve úgymond az égre. Jó. Ami még számunkra érdekes lehet Max Wolf kapcsán, hogy ők már asztrofotozással találták meg ezeket a égitesteket, tehát nem belenéztek a távcső, aztán véletlenül meglátták ezeket a kisbolygókat. Max Wolf nagyon jó kapcsolatot ápolt magyar csillagászokkal, ezért két magyar vonatkozású kisbolygó felfedezése is az ő nevéhez fűződik. A 434 Hungária, ami később egy családnak lett a névadója, egy kisbolygó családnak, és a 908 Buda, ezt is ő fedezte fel, és ő nevezte el őket. Ez csak egy ilyen kis kitérő. Aztán a legnagyobb, jelenleg ismert legnagyobb, és valószínűleg tényleg a legnagyobb földközeli kisbolygó, az már az 1036-os sorszámú Ganymede, nem összetévesztendő a Jupiter Ganymedes
nevű holdjával. Őt Walter Bade fedezte föl, hát ő se arról híres, hogy kisbolygókra vadászott, ő inkább tejútrendszer szerkezetével foglalkozó csillagász volt. Hát itt a kis ábrán, ennek a 1036 Ganymédnek a pályáját láthatjuk. A legkülső az a Jupiter, ez itt a Mars pályája, és akkor itt van a Föld, tehát látszik, hogy megközelíti a Föld pályáját, de igazából nem keresztezi. Haladunk az időbe, már nem sok vált az ilyen történeti áttekintésből. Nagyon érdekes eset történt 1932-ben, egy hónap alatt két olyan égitestet is felfedeztek, amelyek időnként nagyon közel kerülnek a Földhöz. Ugye az első, az az 1221 sorszámú Amor, Eugene Joseph Delporte, szintén egy belga csillagász felfedezése volt, ő is a Nice-i vagy Nizza-i obszervatóriumban dolgozott, és ő is elég sok kisbolygót felfedezett, de most a szám az nem ugrik be, hogy mennyit. És aztán rögtön rá egy hónapra, bő egy hónapra, április 24-én Carl Wilhelm Reinmuth, szintén sikeres kisbolygóvadász, több mint 200 felfedezéssel, felfedezte az 1862 Apollónak elnevezett égitestet. Egyközben láthatjuk a képen a Amornak a pályáját, ugye megint csak a Jupiter a legkülső, Mars és a Földet. Föld van még berajzolva. Most ekkor elkezdtek gondolkodni a csillagászok, hogy egész pontosan inkább rádöbbentek, itt a durván egy hónapos felfedezés özön közepette, hogy ott volt már az előző négy égitest, most jött ez a kettő hirtelennyibe egymás után, hogy itt akkor lehet, hogy itt a Föld körül sokkal több kisbolygó van, mint ők azt gondolták. Úgyhogy, hát azt nem mondom, hogy szisztematikus keresés kezdődött, de megugrott, elkezdtek erre is jobban koncentrálni, és hát szépen-szépen láthatjuk itt az évek teltek el a felfedezések között, de így a 30-as évek közepétől, hát gyakorlatilag inkább ilyen havonta, több hetente történtek ilyen földközeli kisbolygók felfedezései. Na most a Apollóval az az érdekes, hogy ez egy elveszített kisbolygó lett, ugyanis miután Carl Reinmuth leészlelte, ugye nem sikerült pontosan a pályáját megállapítani, ehhez azért kellene egy többnapos megfigyelés sorozat, hogy egy égitest pályáját megállapítsuk, nem sikerült, ezért elvesztették ezt a kisbolygót, van ilyen, néha, és csak 1973-ban találták meg újra. De ugye vissza tudták nézni egykori felvételen, és rájöttek, hogy erről a kisbolygóról van szó. Na most ez az első olyan, amiről tényleg kijelenthetjük, hogy ez egy veszélyes égitest. Ez volt az első igazából, úgy mondom, amiről látták, hogy ez tényleg veszélyes lehet. Ugyanis előfordulhat az is, hogy tízszeres Föld-Hold távolságra megközelíti a Földet, és hát nem elhanyagolható, mert ez már egy több kilométeres kődarab. De láthatjuk, nem ez az, később látjuk majd, hogy nem ez az egyetlen. Ugye említettem, hogy az 1930-as évektől ez felgyorsult, az előző évekhez képest, amelyek inkább mérföldkövek voltak, amit elhangoztak. Aztán szépen-szépen jöttek tucatjával. 1980-ban 90 volt az ilyen földközeli kisbolygók száma. Aztán láthatjuk, hogy a 80-as években, hát fedeztek föl néhányat, de nem igazán ugrott meg a számuk. 90-ben volt 185, tehát kb. 100-zal több, mint 1980-ban. És viszont 2000-ben ez a szám megugrott kb. 900 valamennyire, most nem emlékszem pontos számra. Láthatjuk itt egész pontosan, hogy itt a 97-98 környékén kezd el egy erős emelkedés kezdődni. Mi van itt az ábrán? A kék, az az összes földközeli kisbolygónak a száma, február 19-ei állás szerint, mert csütörtökön csináltam ezt a PPT-t, azóta még gyarapodott a számuk, így tegnap előtt ránéztem, de csak pár darabbal, jelentős különbség nincsen. Tehát kicsivel 15.000 fölött vagyunk, egész pontosan 15.670, de azt hiszem az egyik diára rajta lesz. A 140 méternél nagyobbaknak az aránya az ennyi, olyan 8600 körül van, és az 1 kilométernél nagyobbak, azok pedig 800 darab, 900 darab, ha jól emlékszem. Igen, valahol ott van. Jó. Tehát láthatjuk, hogy az
az emelkedés, hát durván akarok fogalmazni, szinte exponenciális, és ez valószínűleg a jövőben, legalábbis a következő pár évben még így fog növekedni. Na, igen, itt is van a szám. Ennyit a történeti áttekintésről. Hogyan csoportosíthatjuk ezeket az égi testeket? Mert látni fogjuk, hogy bizony ezeknek is aztán nem össze-vissza vannak, hanem jól elkülöníthető, dinamikailag elkülöníthető csoportokba lehet osztani. Ugye, mint említettem, február 19-i adat, összesen 15.761 NEO, azaz Near Earth Object-et ismerünk, ugye angol rövidítések, tehát földközeli objektum. Most azért objektum, mert vannak a NEA-k, azok a földközeli aszteroidák, és vannak a NEC-ek, azok a Near Earth Comet, tehát üstökösök, abból is van pár darab. Csak ezért is írtam zárójelbe ezt az öt csoportot, mert hát végülis ezeket is a NEO-k közé sorolják. 106 darabot ismerünk egész pontosan. Csak ezekkel az üstökösökkel vigyázni kell, mert oda sorolnak olyan üstökösöket is, amelyek messze érkeznek a külső naprendszerből, parabolikus, esetleg hiperbolikus pályán, de ha elég közel kerülnek a Földhöz, akkor ide berakják őket a NEC-ek közé. De amúgy rövid periódus üstökösökről van szó. Ugye a leghíresebb példánya az az Encke üstökös, ami a legrövidebb ismert periódussal rendelkezik, 3 év alatt megkerüli a napot. Tehát nagyon gyakran jár föld közelbe. Jó. Ugye a legnagyobb csoportja 54%-a, és itt kérlen a jegyzet, 8500, ha jól emlékszem, kb. 8500 tag, ugye ez az Apollók családba tartozik, vagy csoportba. Aztán jönnek az amorok, kék 38%, az Aten 7,2%-kal, az Atira nem látszik, ott van egy kis vékony fekete vonal a piros és a narancs között, 0,1%, és az előbb említett üstökösöknek 0,7% hozzájárulása. Most mindegyik csoportról lesz egy-egy dia, de előtte a méret eloszlása. Lehet pálya szerint csoportosítani, lehet méret szerint csoportosítani. Hát ez február 22-i adat, lényegtelen igazából csak tényleg pár kis eltérés van. Na itt van akkor, amit az előbb nem jutott eszembe, ugye 1 kilométernél nagyobb földközeli kisbolygót jelenleg 875 darabot ismerünk. Ami még veszélyes lehet, az a 100 méternél nagyobb, ugye itt az előző ábrán, az egyik előző ábrán 140 méternél húzták meg a határ. Erre nem igazán jöttem rá, hogy miért pont 140 méternél, mert igazából a 100 méteres is már ugyanolyan veszélyes, mert bőven átér a légkörön, és hogyha eltalál egy várost, akkor annak a városnak annyi. Mindegy, valamiért a 140 métert nézik. És ráadásul ez abból a szempontból is érdekes, mert ezeket a méreteket általában elég nehezen tudják megállapítani, mert tudni kell a kisbolygónak a fényvisszaverő képességét, hogy méretet tudjunk becsülni, és hát itt azért lehet, hogy nem jól becsüljük meg a fényvisszaverő képességet. Tehát ez egy elég bizonytalan dolog, mindegy. De láthatjuk, hogy nagyjából kicsivel több mint 50%-a a jelenleg ismert földközeli kisbolygóknak több mint 100 méteres, és adott esetben, ha olyan pályájú, akkor bizony nagyon veszélyes lehet. A 100 méter alatti, hát ugye még az valahol olyan, én azt szoktam mondani, 15-20 méter között van az a határ, amikor egy égi test már túlél egy légkörön való áthaladást, lásd Cseljabinszk. Úgyhogy igazából még a 30 méteresek is át tudnak jönni, de ezek nem okoznak azért olyan nagy katasztrófát. Hát mondjuk, ha telibe találnak egy várost, akkor ott néhány háztömböt meg utcát letarolnak, de talán nem az egész várost. Azokból van a legtöbb, a 30 és 100 méter közöttiekből. Jó. Ja, és azon is látszik ezen az ábrán, annyira nem derül ki, de sejthető, hogy itt a 30 méter alatti kategóriában is elég sokat ismerünk, és bizony ott tartunk már, hogy kedvező körülmények között felfedezhetünk néhány méteres kisbolygókat. A rekord a kisméretben a 2007 LV19 idegenes jelzéssel bíró kisbolygó, aminek 5 méteresnek mondják az átmérőjét is, ismerik. Hát ugye ez viszont kedvező körülmények kellenek, hogy észrevegyük. Na nézzük akkor a csoportokat. Az első az úgynevezett Atira, vagy Apohíli csoport.
és hogy keverjem még jobban a dolgot, vannak olyan csillagászok, akik egyik elnevezésre használják, hanem IEO-nak nevezik ezeket a kisbolygókat, azaz Inner Earth Object, ami azt jelenti, hogy teljesen a földpályán belül keringenek, tehát ebbe a zöld térségbe. Még a naptávol pontjuk, az aféliumuk is kisebb, mint a Földnek a napközelpontja, ami ugye 0,983 csillagászati egység. Tehát nem, alaphelyzetben nem veszélyesek a Földre nézve. Na most, hogy miért van ez a csoport elnevezésbeli zavar? Ugye az első kisbolygó ebből a csoportból az a 1998 DK36 elnevezési, ideglenes elnevezésű kisbolygó, viszont ennek bizonytalanul ismerték a pályáját, ezért a később felfedezett 163.693 Attira nevet kapott kisbolygó lett a csoport névadója. Ugye az, hogy már nevet kap, meg sorszámot, az azt jelenti, hogy stabilan jól ismerjük a pályáját, ezért tudják így. Amíg ez nem tudják ilyen jól kategorizálni, addig ideglenes elnevezést, jelöléseket kapnak ezek a kisbolygók. Igen, azt felejtettem az elején elmondani, most jutott eszembe, hogy kitippeli meg, hogy hány százaléka ezek az összes kisbolygónak, ezek a földközeli kisbolygók, tehát ez a 15.761. Hány százalékát adja az összes kisbolygónak a naprendszerben? Kitippeli meg? Kis interaktivitás. Senki nem tippel? Magas, alacsony? 1%. 1%? Még egy tipp esetleg? Há. A kettő között. 2,1%. Mert összesen, legalábbis február 19-én 725.781 kisbolygót katalogizáltak a naprendszerben. Ebből ugye 15.761, tehát 2,1, kerekítve 2,2%. Tehát nem egy jelentős arány, csak ezt is egy kicsit szemléltetésképpen. Most ebből a 15.761-ből ez a csoport meg aztán pláne nem egy jelentős létszám, mert összesen 16 tagját ismerjük, és ebből is csak 5 kapott állandó sorszámot, illetve nevet, és 8-nak ismerjük elég jól a pályáját, a többi az egy kicsit bizonytalan. De van 28 jelöltjük is. Igen, na igen, mielőtt nagyon elkalandozok, az elnevezés. Ugye egyes csillagászok ezt az IEO teljesen hivatalos technikai jellegű elnevezést használják. Ugye mások, a névadó, így nevezték el a csoportot is, kisbolygóról, az apohíli pedig onnan jön, hogy ez egy hawaii szó. Hawaii nyelvből eredető szó, ugyanis ezt a kisbolygót Hawaii-on fedezték fel csillagászok, ugye ott elég sok obszervatórium működik, ott 4000 méter magasan, a Mauna Kea-n, és az egyik csillagásznak volt egy, vagy van egy Hawaii nyelvész ismerőse, és ő mondta, hogy a Hawaii nyelvben a pálya szó az a apohíli, valahogy így kell ejteni, hogy híli. Nem biztos, hogy jól ejtem. És ez nagyon tetszett a csillagásznak, mert az apo, hogy is mondta? Tehát nagyon hasonlít a Helios szóra, meg az apo, hát az apszisra, tehát a csillagászatban ugye a tengely elnevezésre. És ez nagyon megtetszett neki, úgyhogy apohíli csoportnak nevezik ők. Ez a rövid háttértörténet. Mint már említettem, ezek általában nem veszélyesek, viszont keresztezhetik a Vénusz és a Merkur pályáját, amúgy nem jöttem rá, hogy ezen az ábrán miért H betűvel van a Merkur jelölve, mindegy, de biztos, hogy a Merkur pályája van itt ábrázolva, és hogyha esetleg ezek a kisbolygók, miközben keresztezik a két bolygó pályáját, olyan helyzetbe kerülnek a két bolygóhoz képest, akkor bizony a Vénusz meg a Merkur perturbálhatja, módosíthatja ezeknek a pályáját, és bizony kilökheti őket egy kicsit kijebb, úgyhogy ezek aztán földpálya keresztezők lesznek. Úgyhogy alapból nem veszélyesek, de lehetnek később. Jó. Amúgy a rekord ezeknél a kisbolygóknál, már itt az, hogy melyik kerül a legközelebb a naphoz, az most az ideglenes elnevezéssel nem jut az eszembe, az is 2007 valami, de 0,9 század csillagászati egységre megközelíti a napot, tehát negyed annyira, mint a Merkur. Tehát ilyen kis bolygót is ismerünk. Fölírtam ezeket a vulkanoidákat. Ugye, amikor a Neptunuszt felfedezték 1846-ba, Le Verrier
Leverrier, sose tudtam kiejteni jól, francia matematikus számításai alapján, az ő ötlete volt az, többek között, hogy a Merkur is furcsán mozog. Ugye akkor még nem ismerték az általános relativitás elméletet, ugye az magyarázta meg később a Merkur furcsa mozgását, úgymond. Arra gondoltak a csillagászok, hogy lehet, hogy az van, az a helyzet áll elő, hogy a Merkur pályáján belül még egy bolygó kering a napon belül, és ez zavarja a Merkur mozgását, és ezt látjuk mi. Elkezdték is keresni ezt a hipotetikus égitestet, amit vulkánnak kereszteltek el, mert hát az olyan forrónak kell lenni, tudták már akkor, hogy a Merkur is nagyon forró, tehát ez még forróbb lesz, de nem találták meg ilyet, ezt, és azóta úgy gondoljuk, hogy nem is létezik. Viszont, miután megtalálták ezeket a nevezzük Attila csoportnak, elkezdtek megint ilyen szisztematikus keresést keresni, úgynevezett vulkanoidák után, amelyek teljesen a Merkur pályáján belül keringenek. Most, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, mert mivel ilyen közel keringenek a naphoz, nagyon nehéz észlelni őket, földről mindenképp, mert mindig a szürkületi vagy a hajnali égen látszik, amikor már nagyon kezd világosodni. Úgyhogy egyáltalán nem egy egyszerű feladat, és hát nem is találtak még egyet se, lehet, hogy nem is fognak. Legalábbis földi távcsővel. Következő csoport az Aten, a 2062-es sorszámú kisbolygóról kapta a nevét. Ennek a csoportnak 1140 tagját ismerjük. Na, ezek már alapból veszélyesek, ugyanis milyen pályán keringenek alapból? Ugye a közepes naptávolságuk, a félnagy tengely, az ugyan kisebb, mint a Föld félnagy tengely, tehát kisebb, mint egy csillagászati egység, de a Föld napközelpontjánál, igen, jól mondtam, messzebb ki tudnak jönni. Tehát keresztezhetik a Föld pályáját. Úgyhogy ezek már tényleg alapból veszélyes kisbolygók. A legnagyobb az a 2340 sorszámú Hathor, és próbálok emlékezni mekkora, ha jól emlékszem, 7 kilométer nagyságú. És ugye nagy excentricitás jellemzi őket, tehát nagyon elnyúlt pályán is tudnak mozogni. Jó. Igen. Most szerintem ez. És az Apollo csoport a legnépesebb, 8507 tag, tehát láttuk 54% a földközeli kisbolygóknak. Ezek alapból egy kicsit kijebb keringenek a Földnél kijebb. Azt mondja, hogy viszont a Föld naptávol pontjájánál, hogy van ez, azt mondja, hogy a kiskú, azaz, tehát a napközel pontjuk az kisebb, mint a Föld afélium pontja, tehát ez az 1,17 csillagászati egység. Tehát nagyjából egy ilyen pályát kell elképzelni a legtöbb Apollóra. Tehát gyakorlatilag folyamatosan többször is keresztezhetik a Föld pályáját egy nap körüli keringés során. És emiatt ez a legveszélyesebb csoport, és ugye láttuk az előbb, hogy körülbelül a Föld közeli kisbolygóknak több mint a fele, több mint 50%-a nagyobb, mint 100 méter, és ezek között is jelentős az Apollók aránya, úgyhogy ezekre kell figyelni. A legnagyobb ezek közül az 1866 Sisyphus nevezetű. Ugye van olyan is, nem, bocsánat, az nem ide jön. Jó, Apollo csoportról ennyit. Az Amor csoport, na, ezek is alapból nem veszélyesek, de, és akkor ezt majd egy kicsit később. Az Aten meg az Apollo csoport az, amire jelenleg figyelnünk kell. Az Attila az veszélyes lehet a jövőbe, és az Amor is veszélyes lehet a jövőbe. Jelenleg 5992 tag. Alapból nem közelítik meg jobban a napot, mint a Föld naptávolpontja. Bocsánat, ez itt 17-nek kéne lenni, nem 7-nek. De távolabb, a naptávolpontjuk az nagyobb lehet, mint a Mars átlagos naptávolsága. Tehát kicsit túlmehetnek a Marson, de a Földet nem keresztezik elvileg. Tehát kvázi egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen Föld-Mars rendszerben keringő kisbolygóknak lehetne nevezni. Viszont nagyon érdekesen mozog, mert 4 alcsoportot is meg lehet különböztetni őket. Hát vannak, amikor klasszikus amoroknak mondható. Ezek tényleg a Föld és Mars között gyakorlatilag egy kisbolygóvet alkotnak, hogyha nagyon romantikázni akarnék. Tehát folyamatosan
Föld és Mars között. Most van egy olyan emlékszem, amelyik 4 tízezred csillagászati egységre megközelítheti a Földet, az ugye azt átszámítjuk, az 1500 kilométer, de hát azért nem egy veszélyes égítés, mert ő pont olyan, amelyik jelenleg nincs olyan állapotban, hogy a Földet veszélyeztetné. Van egy táblázat, majd ezt a végén megmutatom, vagy hát a honlapot, ahol meg lehet ezeket nézni. Tehát ezek nem veszélyesek alapból. Körülbelül az amoroknak az 1/5 olyan, amelyik tényleg a folyamatosan a Föld és a Mars között kering. Ugye itt még van ennek ilyen kis barna térségek, itt vannak a Mars trójai kisbolygói. Itt lennének, mert itt csak 1-2 ismerünk. Aztán vannak olyan amorok, amelyek a idejük legnagyobb részét a Mars és a fő kisbolygóövezet között töltik el. Ugye a kisbolygóövezetnek nehéz meghatározni a szélét, de kb. Azt szokták mondani a csillagászok, hogy nagyjából 2,1 csillagászati egységnél lehet meghúzni a fő aszteroida vagy kisbolygóövnek a szélét. Aztán vannak olyan amorok, ja, ez körülbelül az amorok 1/3, ami így viselkedik. Aztán vannak olyan amorok, amelyek annyira elnyúlt pályán keringenek a nap körül, hogy keresztezik a teljes kisbolygóövet. A kisbolygóöv innenső szélét körülbelül 2,1 csillagászati egységbe szokták megadni, a túlsó szélét, a Jupiter felüli szélét pedig olyan 3,5-4 csillagászati egységnél, de inkább 3,5-nél. Tehát vannak ilyen amorok, amelyek olyadáig ki tudnak menni, sőt, van annyira elnyúlt pályájuk közöttük, amelyek még a Jupiter pályán is túlmennek. Ugye a rekord az 7,3 csillagászati egység, ugye a Jupiternek az átlagos naptávolsága 5,2 csillagászati egység, tehát elég durva. Ebből, ha jól emlékszem, 16 darabban összesen a Jupiter keresztezők, a kisbolygó öv keresztezők azok az amoroknak, hát nem, bocsánat, ez lesz az 1/3, és itt lesz a fele, igen, Mars kisbolygóövnek, mert ez biztos, hogy az 1/5. Tehát nagyjából így oszlik meg. Tehát mindenféle mozgású van közöttük. Jó. Na, talán ez egy kicsit száraz volt eddig. Nézzük, hogy ezek után tényleg mik a ránk leselkedő veszélyek. A PHA, vagy PHO rövidítés, az a Potentially Hazardous Asteroid, vagy Object, tehát a potenciálisan veszélyes aszteroid vagy üstök, objektum, tehát üstökös is lehet. Most van egy ilyen definíció, hogy a, nem tudom, hogy magyarul ezt hogy szokták mondani, hogy az angol rövidítése az MOID, Minimal Orbital Intersection Distance, talán úgy lehet a legszebben lefordítani, hogy minimális pályakeresztezési távolság, tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy mennyire közelítheti meg ez a kisbolygó, vagy adott kisbolygó egy másik égitestet. Na, hogyha a Föld esetében ez kevesebb, mint 500 csillagászati egység, ami körülbelül 1,5 millió, körülbelül 7 millió kilométer, tehát ide is vennél, vagy 19,5 földhold távolság, az zárójel másik vége lemaradt, és a mérete legalább 100-150 méter, akkor ebbe a kategóriába sorolják, ebbe a PHO-ba. Na most összesen február 19-ig, bár talán ez az egy, ami még nem változott azóta, 1785 darab PHA-t ismerünk, és ebből 157 darab 1 kilométernél nagyobb, ami már globális katasztrófát okozna, hogyha itt becsapódna. A 100 méternél nagyobb pedig mennyi is? 800 valamennyi, ha jól emlékszem. Tehát több mint a fele ezeknek a PHA-oknak veszélyes, több mint 100 méternél nagyobb. Most a csillagászok azok, az, hogy hogyan tudnánk eldönteni, hogy mennyire veszélyes egy égitest, ugye megalkották ezt a torinói skálát, talán ez az ismertebb, azóta létrehoztak egy még komplexebb skálát, a palermói skálát, ami annyira nem is közismert, az a torinói, szerintem az ismertebb. Ez gyakorlatilag egy ilyen valószínűségszámítási táblázat, hogy egy kisbolygó mekkora valószínűséggel csapódik be, és ekkor mekkora pusztítást végez, itt ugye a kinetikus energia átszámítva megatonna energiával, tehát gyakorlatilag a megatonnába kifejezve a becsapódás nagyságát. Ugye itt a
Nulla az azt jelenti, hogy nincs esélye a becsapódásra. Az egyes az már felkelti a gyanút, a sárga is még ilyen. A narancssárga az, ahol már szinte biztos, hogy becsapódás lesz. És a piros az, amikor 99%-nál nagyobb a becsapódás esélye. És ugye attól függ, hogy mekkora méretű, 8-as, 9-as vagy 10-es fokozatot kap az égi test. 10-esnél, ha becsapódik, akkor gyakorlatilag vége az emberi civilizációnak. 10 kilométeresnél biztosan. 1 kilométernél még lehet, hogy csak egy kontinens pusztul el, hogyha így akarok mondani, de mindenképpen globális hatásai lesznek. Jó. Jelenleg egyetlen egy, tehát hangsúlyozom, egyetlen egy kisbolygó sincs nullánál nagyobb számmal jelezve. Legalábbis így a következő 1-2 évszázadra ez az előrejelzés. Ugye a médiában időnként jelennek meg ugyan, hogy igen, jön a világ vége, mert, sőt, nemrég olvastam, hogy most 2017-re is jósoltak valami kisbolygó becsapódást, de mondjuk sose a csillagászok, érdekes módon. Ugye pár évvel ezelőtt volt az Apophis nevű kisbolygó, ami egy Apollo kisbolygó, Apollo csoportba tartozik. Na, annak egy ideig, egy pár hétig 4-es volt a besorolása. Aztán ugye jobban meg tudták mérni a pályáját, több észlelés született róla, és egyből visszaesett a nullás fokozatba, legalábbis 2199-ig biztos nem fog becsapódni a Földbe. Vagy lehet, hogy az ő pályáját tovább megnézték. Időnként néha-néha előfordul, hogy egy-egy kisbolygó az egyes kategóriába vagy fokozatba kerül, de ez is csak azért fordul elő, mert nem tudják elég hosszan mérni a pályáját, de hogyha sikerül mondjuk néhány hétig megfigyelni, akár mondjuk nemzetközi összefogással, akkor általában, sőt, hát ugye mindegyik, ugye visszakerül a nullába, mert mint említettem, mindegyik földközeli kisbolygó jelenleg nullás fokozaton van. Hát elrendetésképpen egy ilyen ábra, ez egy 2013-as kép, frissebbet nem találtam, az akkor ismert összes PHA pályája berajzolva. Csak ilyen elrendetésként. Jupiter pálya, Mars pálya, Föld pálya, Vénusz, Merkur. Tehát ezek is aztán mennek mindenfelé. Ugye láthattuk, hogy alapvetően Apollo és Aten kisbolygókról van szó. Jó. Ennek ellenére nem szabad félváról venni ezt a veszélyt. Ugye emlékezzünk csak, most már 4 évvel ezelőtt, majdnem napra pontosan 4 évvel ezelőtt, 2013. február 15-én történt a Cseljabinszki eset, és hát szerencsés az ábra, ez már pont rajta van, ugye itt van ez a kis jó nagy narancssárga kör. Ugye a kör mérete azt jelzi, hogy mekkora volt a robbanás energiája, gigazsúlban kifejezve, ez most lényegtelen, és az a narancsos szín az azt jelzi, hogy ez egy nappali esemény volt, a kék az pedig egy éjszakai. Tehát ebből az látszik, hogy ez itt nem egy olyan, hogy 5 évente történik egy ilyen, most mondtam egy számot, hanem ez bizony szinte mindennapos jelenség, csak a Cseljabinszki volt a legnagyobb energiájú, és mivel pont város fölött történt a robbanás, mert ugye arról volt szó, hogy körülbelül 20 méter átmérőjű égitest érkezett hozzánk, és a légkörbe szétesett, felrobbant, tehát nem csapódott be, illetve csak kisebb darabjai, de a robbanás lökés hulláma elég komoly, több millió dolláros károkat okozott, és sérüléseket is, bár talán életveszélyes sérülés nem volt, úgy tudom. De az ablakokat betörte, úgyhogy könnyű sérülések elég sok, több száz embernek volt. De például híres eset a 2008-as szudáni is, amikor a kisbolygót, ami egy 10 méteres lehetett körülbelül, fölfedezték, mielőtt becsapódott a Földbe, ott is a légkörbe robbant szét, mondjuk kvázi becsapódott a Földbe. Ha jól emlékszem, 4 nappal előtte fedezték fel, kapott is egy ideiglenes jelzést 2008 TC3 elnevezéssel, és meg tudták jósolni, hogy bizony ide fog becsapódni. Ez volt az első eset a világ történelemben, hogy egy a Földnek neki ütköző égitestet észrevettek, igaz, sok mindent nem tudtak volna csinálni, de szerencsénk volt, mert egy teljesen lakatlan terület fölött történt az egész, és maga a robbanást is csak azok a kereskedelmi járatoknak a pilótái láttak, akik éppen arra közlekedtek. Jó. De például az a 2009-es Dél-Afrika is, nagyon szép videókat találni a YouTube-on róla, az éjszakai volt. 2009 Indonézia, ott is volt
Ott is volt egy nappali jelenség, azt is elég sok kamera megörökítette. Jó, és hát ugye nem szabad elfeledkezni a 1908-as tunguszkai eseményről se. Érdekes, mindig Oroszországban történnek ezek, nem tudom, valahogy vonza a kisbolygókat Oroszország. Az volt, az még nagyobb energiájú volt, mint a Cseljabinszki, viszont azzal kapcsolatban mostanában azt mondják, hogy az lehet, hogy nem is egy klasszikus kisbolygó volt, hanem például az Enke üstökös egy darabja. Most újabban ilyen hangok ütöttek hangokat. Igen. Na, a becslések. Ugye a becslések azok geológiai vizsgálatok, illetve elméleti megfontolások alapján hozzák a csillagászok, itt az ezzel foglalkozó tudósok. Ugye nagyjából a tunguszkai eseménynek nagyjából 10 megatonna volt a robbanás energiája. A 10 megatonna az körülbelül, azt mondja, hogy mondjuk a hiroshimai volt kerekítve 100 kilotonna, az 10, 100, 100-szoros Hiroshima robbanás. Jó számoltam, ugye? Kiló, egy meg, igen. Jó, azért mondom, kerekítünk 100-ra, tehát akkor viszont 500, ugye? Igen, 500 hiroshimai robbanás. Hát ezt úgy gondolják, hogy ez olyan 2-3 ezer évente következik be. Hát érdekes, mondjuk 100 évvel később, 2013-ban Cseljabinszkben azért egy majdnem ekkora bekövetkezett, úgyhogy nem biztos, hogy jók a becslések. Úgy gondolják, hogy a 100 méteresek becsapódásai körülbelül 10 ezer évente következnek be. Az 1 kilométernél nagyobb méretű égitestek kb. 2 millió évente, az 5 kilométernél nagyobbak kb. 20 millió évente következnek be. A 10 kilométeresek, mint például a dinoszaurusz gyilkos, azok nagyjából 100 millió évente ütközhetnek a Földdel. Ez egy, hát vagy igaz, vagy nem. Ugye vannak olyanok, akik kimutatni vélnek egy 30 millió éves periodicitást a Föld történet kihalásaiban. Ez még nem teljesen elfogadott, és valószínűleg nem is igaz. Ki tudja, a jövő bármit hozhat. Nehéz lenne megmagyarázni a jelenlegi naprendszerbeli modellek alapján, de sokan vannak úgy, hogy hát ugye a dinoszauruszok 65 millió évvel ezelőtt pusztultak ki, 100 millió évenként várunk egy 10 kilométereset, lehet, hogy itt az ideje, úgymond, úgyhogy lehet, hogy készülődni kéne. Na most, vannak arra becslések is persze, hogy tényleg mennyire vagyunk veszélyben. Ugye itt van az a neovíze, a víze az egy infravörös műhold, hát nem is műhold, űrtávcső inkább, már nem olyan nagy, mint mondjuk a Hubble, ugye a Wide Field Infrared Survey Explorer, ennek a mozaik szavából jön össze, vagy hát a mozaik szó. Ennek a feladata az volt 2010-től kezdve, akkor bocsátották föl, hogy az égboltot feltérképezze infravörösben. Aztán miután ezt a feladatot elvégezte, háromszor végigmérte az égboltot, úgy gondolták, hogy hasznosítják még ezt a űrtávcsövet, és egy új misszió vette kezdét, amit Neovíze elnevezést kapott, és ennek a fő feladata az lett, hogy elkezdjen keresgélni ilyen földközeli kisbolygókat. Ugye miért jó ez? Ugye már említettem az előbb, nem is tudom mikor, egy fél órája talán, hogy a Földről néha elég nehéz észrevenni kisbolygókat. Hát például a Cseljabinszki is ilyen volt, az is a nap irányából jött, úgyhogy nem vettük észre a szudánival ellentétben. És a Cseljabinszkiben még egy eset, ugyanaz nap, 2013. február 15-én volt egy másik égitest, egy 30 méteres, a, jól emlékszem, Duende nevű kisbolygók, jó, nevezzük kisbolygónak 30 méteres mérettel, amit megjósoltak, és be is következett a Cseljabinszki eset után 16 órával a Föld közelsége, de mivel az teljesen más pályán mozgott, azt időbe észlelték is, és az elment a Föld mellett, de a Cseljabinszkit nem vették észre, úgyhogy nem tökéletes még a hálózat. Ezért kellenek ilyen űrbéli megfigyelő eszközök, mert azok jobban be tudnak látni, úgymond a nap mellé, vagy nap mögé. Na most próbáltak statisztikát végezni csillagászok a Neovíze adatai alapján, 2012-ben volt az első ilyen, és ők azt mondják, hogy 4700 plusz-minusz 1500 közé esik a 100 méteresnél nagyobb potenciálisan veszélyes kisbolygók száma, tehát minimum 3200, max. 6500, ezt mondják. Nem mindenki ért egyet ezekkel a becslésekkel, most pillanatra fogadjuk el. Ugye az előbb említett adatok alapján, ugye mennyi volt? 1785
pH-t ismerünk. Tehát, hogyha pesszimisták vagyunk, és igaz mondjuk a 6500, akkor nem ismerjük, vagy nagyjából a 10%-át ismerjük a veszélyes pH-oknak. Ha optimisták vagyunk, és igaz ez a becslés, akkor 20%-át. Tehát van még mit felfedezni. Csak igazából azt akartam ebből kihozni, ha igazak ezek a becslések. Hát itt van egy ilyen méreteloszlás ábra. Itt most fényesség van, de az gyakorlatilag a mérettel arányos. És ugye ez a utolsó három, négy, azt mondja, hogy van? Nem, három oszlop, ezek a 100 méternél nagyobbak gyakorlatilag. Így néz ki jelenleg ez a méreteloszlás. Jó. Na, akkor nézzük, hogy mit is tehetnénk, mit is teszünk ezeknek a kisbolygóknak a először is felderítésére, mert azzal kezdődik a védekezés, hogy észrevegyük őket időben. Hát a történet igazából 1992-ben indul, mert az előtte lévő sok-sok ilyen kisbolygó, az, mint említettem, az véletlen volt. Fotózták az eget, igen, ott van, jó, megmértük. De hogy tényleg ilyeneket kerestek, arra 92-ig kellett várni, amikor a NASA tanulmányokat készített a veszélyről, az amerikai kongresszus elfogadta, úgymond, és pénzt is adott rá. Gyakorlatilag minden olyan tevékenység a Földön, vagy legalábbis Amerikában, ami ezt a feladatot végzi, hogy felderítse ezeket a kisbolygókat, az összes pénz a NASA-n keresztül megy, a NASA osztja ki. Úgyhogy gyakorlatilag a legtöbb program, amit majd itt mindjárt látni fogunk, nem biztos, hogy részletesen beszélek róluk, az majdnem mindegyik a NASA-é. Aztán 98-ban a kongresszus megadta a feladatot a NASA-nak, hogy 2008-ig találják meg az 1 kilométernél nagyobb égitestek 90%-át. Emlékszünk arra, hogy a felfedezés ott 97-98 környékén kezdett megugrani, valószínűleg van kettő között kapcsolat. És hát ez 2005-ben látva, hogy nagyon sikeresen teljesült a program, kitolták 2020-ig a 140 méteresekre. Igen. Megint csak vízebecslések 2011-ben. Úgy gondolják, hogy a 1 kilométernél nagyobb földközeli kisbolygók 93%-át megtalálták, tehát végül ez a projekt teljesítve van. Hát ha megnézzük ezt az ábrát, ami az 1 kilométernél és annál nagyobb földközeli kisbolygók eloszlását mutatja 95-től kezdve, vagy hát felfedezéseinek a számát és annak az eloszlását a különböző programok között, akkor azt látjuk, hogy tényleg, mintha már nem lenne több 1 kilométernél nagyobb földközeli kisbolygó, amit fel tudunk fedezni. Hát egy-két szó, hogy milyen programok vannak itt. Most megpróbálok fejből emlékezni, mert ez a jegyzetem kéne. A LINEAR, az a Lincoln Near Asteroid Research, ez egy amerikai légierő és NASA program. Hát látható, hogy a 90-es évek közepétől, vagy hát mondjuk 98-tól kezdve mondjuk 2005-ig ez volt a legsikeresebb program, ez fedezte fel a legtöbb égitestet. Hawaiion működött távcsövük. Ugye néhány éve volt ez a hír, hogy az amerikai légierő odadobott a NASA-nak kettő, gyakorlatilag Hubble űrtávcsővel felérő távcsövet, oda ajándékozott a NASA-nak, hogy nekik már nem kell, mert vége a hidegháborúnak, és nem kellene a szovjet műholdakat követni. Hát az egyik távcső az ebbe a LINEAR-ba dolgozott. SpaceWatch is egy ilyen NASA program. A NEAT, azt arra most nem fogok emlékezni, Catalina az egy arizonai, a NEAT is arizonai, két arizonai egyetem van. Az arizonai egyetem nagyon aktív ebben a témakörben, mert mind a Catalina, mind a NEAT arizonai egyetem, illetve NASA összefogás, látható, hogy ők is jelentősen hozzájárultak. Hát ugye Arizonában is elég sok csillagvizsgáló van, főleg az egyik az a Flagstaff melletti, ahol ugye a Fűrész Gábor is szokott dolgozni? Nem Flagstaffben, valamelyik arizonaiban volt, nem? Na mindegy, lényegtelen. Ott dolgoznak ilyen másfél méteres távcsővel, ha jól emlékszem. Mont Hopkins. És az lehet, hogy nem is Arizona, mi? Jó, van, akkor rosszul emlékeztem. Ja. Szóval az arizonai egyetem is elég aktív. A LONEOS az még azért lehet érdekes csillagászat történeti szempontból, mert ez a Lovell Observatórium programja volt, mert most már befejeződött, hogy a Lovell Observatóriumban fedezték fel annak idején a Plutót.
akkor ami mostanában majd a nagy ágyú, majd a következő dián fog látszódni, az a Pan Stars. Ez 2010-ben indult. Jelenleg egy távcső van a Hawaii-szigeteken, de négyet terveznek, egy 1,8 méteres távcső, ami gyakorlatilag néhány éjszakánként végigméri a teljes eget, tehát így néhány éjszaka alatt termel több terabájtnyi adatot, és hát ez is elég jelentős hozzá, majd jobban látszik a következőn, és hát már az említett NEO víze, és hát másoknak is, nem csak amerikaiaknak vannak programjaik, van például japán, európai, főleg olasz vezetésű, ez Asiágóban, itt Tirolnál, aki földközeli kisbolygókat keres, azok itt a barnával vannak. Na. Ami talán érdekesebb, hogy az 1 kilométernél egy kicsit csökkenő tendenciát látunk, viszont a 140 métereseknél azért még ez még emelkedik egy kicsit. Tehát ott még van még úgy tűnik, hogy még van még mit felfedezni. Ez itt alul pedig az összes, tehát itt is azért még egy emelkedő. Hát ugye az előadás elején említettem, hogy tényleg ott tartunk már, hogy akár néhány méteres kisbolygókat is észre tudunk venni kedvező esetben. És hát látszik, hogy ez a Pan Stars, ez tényleg most ez a, hogy úgy mondjam, az élenjáró ezekben a felfedezésekben. És hát a Catalina a másik, ahhoz a Catalinához hozzá kell tenni, hogy ebből csináltak egy déli féltekéből is, a déli félteke programot is, mert az északi félteke az 2013-ban az anyagi finanszírozása megszűnt, de az Ausztráliában, Siding Springsben működő Catalina kutatás az tovább folytatódik egy 50 cm-es távcsővel. Úgyhogy az még megy. Na, hát még mindig a felderítés, igen. Jelenlegi csúcstechnika, az az Atlas, te lehet olvasni, aminek a rövidítése. Ez egy, hát nem is igazi távcső, mert szintén elég kicsi, most nem emlékszem, hogy 50 vagy 60 cm-es, és teljesen automatizált. Tehát ez is ki van helyezve, ha jól emlékszem, ez is Hawaii-szigeteken, az a 4000 méter magasra, folyamatosan figyeli az eget, és automatikusan küldi, hogyha valami olyat talál, amit érdekesnek talál, akkor küldi a jelzést, tehát gyakorlatilag tényleg csak felügyelni kell, nem is kell nagyon külön emberre. És most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy európai vezetésű, nem is amerikai, de most erre most nem merek megesküdni. Aztán itt van ez a NEOSAT, ez egy kanadai űrtávcső, bár csak 15 cm-es a objektívje. Most ez azért érdekes, mert már 2013-ban fellőtték, de ennek ellenére még nem találtam róla, hogy eredményeket produkált volna. Tehát még mindig úgy tűnik, hogy még mindig kalibrálják meg minden. Lehet, hogy volt már, csak még nem publikálták. Ettől is sokat várnak. Ugye van ennek egy párja, a MOST nevű űrtávcsó, szintén 15 méteres, az a csillagok fényváltozását méri, egy mini Kepler gyakorlatilag, egy ikertestvére, ez a NEOSAT. Mit tartogat a jövő, amiről már tudunk? Privát finanszírozás is belép a dologba, nem csak állami finanszírozás. Ugye például az állam, ha megemlítettem az állami finanszírozást, ugye, hogy az oroszok is csak azután kezdtek el igazán érdeklődni a téma iránt, hogy megtörtént a Cseljabinszki eset. Előtte nem adtak erre pénzt, most már ők is foglalkoznak vele, csak úgy érdekességként megemlítem. De vannak alapítványok, meg cégek, amelyek próbálnak még többet kihozni a dologból. Épülget ez a Sentinel űrtávcső, egy 60 cm-es távcső, talán az már meg is van, és most azt próbálják elintézni, hogy 2019-ben pályára álljon ez a, itt a fantázia rajza, és szintén figyelje ezeket a napfelől közeledő, földről nem látható kisbolygókat. Ugye most például a SpaceX próbál, lehet, hogy a SpaceX-el fog fölmenni a Falcon 9-es rakétájukkal. És hát itt van ez az LSTT, a nagy szinoptikus égboltvizsgáló teleszkóp, ez is, ha minden igaz, 2019-ben készül el, ez egy 8,4 méteres tükrű távcső, ennek is gyakorlatilag egy feladata lesz, folyamatosan mérni az eget, rengeteg terabájtnyi adatot termelni, és akkor képek kiértékeléséből rengeteg új tudományos információ kijön. Na, jó, nagyon szép dolog a felderítés, sok mindent ismerünk, talán már a legtöbb veszélyes kisbolygót fel is fedeztük. Mit tehetünk, hogyha az egyik úgy tűnik, hogy be fog csapódni? Hát a legjobb védekezés nem a támadás, hanem a megelőzés, bár be kell támadni, úgymond, azt a kisbolygót, mert azt
nem úgy működik, mint a filmekbe szokás, például az Armageddonban a kedvenc témája a csillagászoknak, hogy nem is tudom, mekkora volt az aszteroida? Több mint 10 mérföld? Már régen láttam. És valami nevetségesen alacsonyra kellett lefúrni, hogy felrobbantsák az egész bolygót. Tehát eleve illogikus volt az egész, még hogyha nem is értenek a csillagászathoz. Tehát a legvalószínűbb, hogy mit tudunk, vagy a legegyszerűbb, inkább úgy mondom, amit tehetünk, hogy odaviszünk egy nukleáris eszközt, és robbantunk egyet. Na most robbanthatunk az aszteroida felszíne felett, a felszínen, vagy a felszín alatt. Mitől függ? A helyszín az attól függ, hogy milyen összetételű az égitest, mondjuk mennyire nagy fémtartalmú vagy széntartalmú, és mennyire porózus. Ha porózus, akkor nem biztos, hogy felszín alatt kell robbantani, bár az is elképzelhető, hogy robbantunk egyet a felszínen, és a kiáramló hő meg az anyag az gyakorlatilag egy ilyen rakétahajtóművet ad az aszteroidának, és eltéríti a pályáról, és másfelé fog menni, tehát nem kell feltétlenül elporlasztani az égitestet. Ha mondjuk elég időben észleljük, mondjuk évtizedek múlva csapódna be, és van időnk, meg technikánk, hogy oda menjünk, akkor azt is csinálhatjuk, hogy felszín felett robbantunk. Például az akkor javasolt, hogyha úgy tűnik, hogy ez az égitest teljesen porózus, tehát darabokra esne a felszín alatti robbantástól, és akkor a robbantásnak a, tehát nem azt mondom, hogy lökés hulláma, de egy kicsit arrébb taszigálja, akár több robbantásról is lehet, megint arrébb taszigálja a kisbolygót, hogy ne csapódjon bele a Földbe. Tehát az, ami a filmekben szokott lenni, hogy lefúrunk, fölrobbantunk, azt a legtöbb tudós nem igazán fogadja el, több a veszély benne, inkább ebben az eltérítés, robbantásra való eltérítés a jó. Persze ez csak akkor működik, ha tényleg időben felfedezzük, mert ha már itt van a közelben, akkor lehet, hogy tényleg teljesen szét kell porlasztani. Nem olyan egyszerű a dolog. Hát vannak nem nukleáris védelmi ötletek is. Itt van például a kinetikus impaktor, becsapódó, és ilyet már a gyakorlatban is teszteltünk, még hogyha ez annyira nem is jutott el ugye a közvéleményig, meg a médiáig, de ugye 2005-ben volt egy Deep Impact nevű misszió, ami belőtt egy idézőjelben hűtőszekrényt a... Melyik üstökös volt ez? Temple Tuttle üstökösbe, és hát vizsgálta, hogy mennyi anyag áramlik ki, mennyi és milyen anyagok, és többek között azt is vizsgálta, hogy mennyire mozdul el, azt is meg lehetett vizsgálni, és szerintem ebből született egy publikáció, csak a média annyira nem foglalkozott, mennyire változott meg az üstökösnek a pálya. Hát ugye ez egy több kilométeres, hát nem több kilométeres, de legalább 1-2 kilométeres üstökös maga, ahol becsapódott, maga ez a szerkezet, ez 100 kilós volt talán. Nem volt, tehát nem volt sokkal több, az biztos. És hát lehetett vizsgálni, hogy akkor ugye megszámoltak, mekkora mozgási energiát vitt, mennyire térített el az üstökös magot, mennyire változtatott a pályán, tehát ebből is lehet következtetéseket levonni. Ugye eltérítés, mivel lehet még eltéríteni? Fókuszált energiával. Van ilyen ötlet, hogy ionsugárpásztor. Fókuszált ionsugarat lövünk a kisbolygóra, és az ionok impulzust, lendületet adnak a aszteroidának, és szép lassan elmozdítják, eltérítik más pályára. Hát ez is elég lassú folyamat, tehát ez is bőven évekkel korábban észre kell venni a veszélyes kisbolygót. Szintén ugyan, hát nem teljesen ugyanígy, de fókuszált energia, hogyha napfénnyel óriási lencséket rakunk a aszteroidák köré, fókuszáljuk a napfényt, felmelegítjük az aszteroid egy felszínének egy részét, és ott ugye a hő hatására elkezdenek kiáramlani fotonok, amelyek megint csak egy ilyen kis rakétahajtóművet adnak a kisbolygónak, és szép lassan elmozdítják a pályájáról. Ugye ilyen van a természetben is, ezt a Jarkovszki effektusnak nevezik, ott is az van, hogy a kisbolygók általában szabálytalan alakúak, ezért a nap bizonyos részeiket jobban meg tudja sütni, és az évmilliók alatt a kissé jobban felmelegített területekből kiáramló hő más, meg tudja változtatni egy kicsit a bolygó, kisbolygó pályáját. Ezt a felfedezőjéről, vagy az elméleti kidolgozójáról Jarkovszki effektusnak nevezik. Hát itt is ez történne, csak sokkal durvábban. Hát itt a logisztikai problémák nagyobbak, mert először is óriási lencséket kéne helyezni az aszteroidák köré, tehát valószínűleg nem ez lesz. De olyan is lehet, hogy ha már ott odaviszik a lencséket, akkor nem elterelik a kisbolygót, hanem elporlasztják ezzel a fókuszált napfénnyel.
hogy ezek ilyen közvetett erőkifejtés. Van közvetlen erőkifejtési ötlet is. Elektromágneses katapult. Gyakorlatilag leraknának egy elektromágneses ágyút a kisbolygó felszínére, ami a helyi, a kisbolygó anyagát lőné ki. Ez ugye az azért jó, mert csökkenne a kisbolygó tömege, másrészt, ahogy kilövik ezeket a anyagdarabokat, vagy lövedékeket, megint egy kicsit, hogy az impulzust átad a kisbolygónak, és megint egy kicsit arrébb lögdösi a pályán. Nem tudom, annyira nem tűnik jónak. De az is lehet, leszállunk oda, leteszünk egy rakétahajtóművet a kisbolygóra, beindítjuk, ez is arrébb lögdösi egy kicsit a pályáján. Ez már inkább talán működhet. Mik a konkrét tervek? Hát van egy ilyen traktor, ennek is több fajtája, és a NASA el is kezdett dolgozni egy misszión, Asteroid Redirect Mission, ARM a rövidítése. Az előzetes tervben még a Obama adminisztráció első ciklusában az eredeti terv az volt, hogy egy ilyen pár méteres kisbolygót befognak egy ilyen konténerrel, vagy nem tudom minek neveznek, és oda viszik a Holdhoz. És akkor ott mondjuk űrbányászati megfontolások alapján is. Aztán ez elvetődött, és most jelenleg ott zajlik a dolog, hogy egy olyan járművet építenek, ami egy néhány méteres aszteroidát tudna fogni, ott talán 8 métereset próbálnak, és hát gyakorlatilag eltolná a Holdhoz megint csak szintén. Megnézzük, hogy hogyan működne ez az egész technológia. Ha minden jól megy, akkor ez a 2020-as évek elején ez a misszió repülhet. Akkor ki lehet próbálni az egész. A jelenlegi tervek úgy emlékszem, hogy 2021-ben lőnék fel ezt az eszközt, és ha minden jól megy, 2025-ben megérkezned a kisbolygó a Hold közelébe. Tehát ez egy ilyen technológiai demonstrációs kísérlet lenne. Az egyetlen, a dolognak ez az egyetlen baj, hogy tudtommal még nincs olyan célpont, amit ezen megcsinálhatnak. Tehát még föl kell fedezni a célpontot. De hát a New Horizons missziónál is működött, hogy útközben fedezték fel a következő kisbolygót, ugye, amit 2019. január 1-én látogat meg. És hát vannak lézerfegyvereink is már, akkor miért nem lehet azt csinálni, hogy megint csak nem napfénnyel, hanem lézerfénnyel meglőjük a kisbolygót, eltérítjük, vagy teljesen elporlasztjuk ablációval. Tehát ezek a lehetséges eszközök. Ez még mind fantázia, ez volt ugye a sci-fi része az előadásnak, és zárásként a ajánlott oldalak, rengeteg van a neten, aki naprakész akar lenni, főleg statisztikában, meg hogy tényleg most hány kisbolygó van, meg megnézni a pályáját ezeknek, a földközelségi időpontjukat, van ott mindenféle adat, annak ezt az oldalt ajánlom, amit említettem, itt a NASA foglalkozik alapvetően, vagy ez ő koordinálja a földközeli kisbolygókkal kapcsolatos kutatásokat, hogy a NASA-nak pár éve lett is kinevezve egy olyan tisztsége, hogy bolygóvédelmi igazgató, vagy főigazgató. Tehát van egy ilyen ember, akinek ez a tisztsége, hogy bolygóvédelmi felelős, talán lehet az a neve, hogy felelős. Jó, hát szokás szerint Wikipédia, itt nagyon jól összefoglalója ezeknek az előbb említett lézeres abláció, traktor, sokkal részletesebben le van írva. Olyan is, ami még ugye nem is teljesen kidolgozott. És hát van egy hivatalos oldal a kisbolygóknak, amit a Nemzetközi Csillagászati Unió működtet, hogy úgy mondjam. Ez ugye a Minor Planet Center, itt van a weboldaluk, innen lehet szintén nyomot követni, hogy innen tudom például ezt a 725.781-et is, hogy ennyi kisbolygó volt, február 19-én, mert azóta megint növekedett egy kicsit. Jó. Úgyhogy én köszönöm a figyelmet. Ennyit tudtam így hirtelen összeszedni a földközeli kisbolygókról. Ha van esetleg kérdés, akkor nyugodtan tegyék fel. Köszönjük szépen. Villanyt. Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy most megnyugtató volt, vagy nem. Hát, hogyha múlt héten a lotton kiúzták a, nem tudom én, a 8-as számot, aminek a valószínűsége nem tudom, milyen kicsi, attól még a jövő hetén is ugyanaz lesz a valószínűsége. Tehát az, hogy 10 millió évvel ezelőtt
jött valamekkora, ide becsapódott, és körülbelül 20 millió évenként várható egy ilyen, az nem jelenti azt, hogy nyugodtak lehetünk, és még... Tehát azért még, mondtam, hogy a veszély ez, nem lebecsülendő, igen. Tehát. Jó, de csak a statisztika ugye mindenki. Na, kérdése valakinek. Kérdése. Várjál, hogy hallják a... Van egyáltalán néző? Hogy az űrállomás és ezeknek a kis bolygóknak, vagy akár kis részecskéknek a becsapódása, arról mit tudsz mondani, hogy az űrállomás, és ott is találtak ilyen becsapódásokat, vagy felfedeztek, és ott milyen eredménye van? De azok mikrometeorok, meteoroidok, hogyha teljes pontosan akarok lenni a meghatározással, ilyen előfordulhat ott is, tehát ugyanúgy láttuk a Csejabinszki esetnél, hogy telibe találhatja az űrállomást is. Vagy észreveszünk, vagy nem. Az űrállomásnak van ugye egy kis pajzsa, de az csak mikrometeoroidok ellen véd. Tehát ez ilyen nagyon apró, max milliméteres, centiméteres égitestek, azok ugye meg nem kis bolygók. Gyakorlatilag, mivel ők is a Föld közelébe vannak, ugyanúgy veszélybe vannak, mint mi itt a Földön. Sőt, ha úgy mondanám, még nagyobb veszélybe is, ugye, mert mi védve vagyunk a légkör által. Tehát itt, ha nem elég nagy az égítés, mondjuk legalább 15 méter, 20 méter, akkor az elég a légkörbe. De nekik ez nincs meg, nekik jön egy fél méteres, telibe találja, akkor kész. Az űrállomás kész. De egy centiméter is már végzetes, talán az is végzetes. Inkább... Azért van nekik egy ilyen kis pajzsuk is, körbe van véve. További kérdés. Ott a visszalapozó sok képpel, ahol a sok pálya föl volt rajzolva. Melyik? Mennyi még? Azaz. Vissza. Ez az. Na most ezek a pályák mennyire vannak az a földpálya síkjában, vagy mennyire gömbszimmetrikusan helyezkednek? Hát most inklináció, próbálok fejből emlékezni, ugye a pályahajlás. Ezek nem olyan extrémek. Vannak extrém pályahajlású kisbolygók, de ezek inkább a külső naprendszerre jellemzők, a Jupiteren túl. Itt a belső naprendszerbe nem annyira jellemző, hogy nagyon, tehát például hogy teljesen merőlegesen az ekliptikára. Van köztük olyan, ami mondjuk, úgy emlékszem, van 40-50 fokos, de ez egyrészt nagyon ritka, és talán ez a legnagyobb mértékű is, az ekliptikához képest 40-50 fokra. Tehát ennél durván nincsen. Tehát végülis a többség az nagyjából ebben nagyjából a síkban van, mert így nagyobb a valószínűsége az ütközésnek. Igen. És... Ez főleg az üstökösöknél lehet, hogy ugye nagyobb inklinációval jönnek. Már csak az jut eszembe, ugye, hogy volt az a két műhold, amelyik éppen merőleges pályán keringtek, és mégis találkoztak itt a Föld körül. Viszont, hogyha ekliptikára nagyon nagy szöggel, nagy pályahajlása vannak, akkor viszont lehet, hogy könnyebben észreveszük őket, ugye, mert akkor a nap közelében lesznek. További. Úgy tudom, most eszembe jutott valami, hogy ezek például a vízénél, a neovízénél az ekliptikához képest plusz-minusz 40 fokba vizsgálódtak. Csak most eszembe jutott például. Péter szokta kérdezni. Ennek a sötétedése, vagy sűrűsége, hogy, ugye, úgy látszik, mintha a Föld körül lenne. Ha ugyanezt a Marsra számolnák, akkor kijebb kerül, ugyanez a gyakoriság lenne? Vagy, mert ez lehet, hogy most csak azért látszik így, mert a Földre vonatkoztató ez van. Valószínűleg ilyen kiválasztási effektus, hogy a Földre vonatkozólag. Most lehet, hogy arra van egy olyan sejtésem, hogy a Marsnál, hogy ott látjuk az Amor csoport, ami főleg a Mars körül kering a nap körül, lehet, hogy ott is lenne legalább annyi Amor, mint Apollo. Viszont ugye a Jupiter, leginkább a Jupiter mozgatja ezeknek a perturbálja ezeknek a kisbolygóknak a pályát, és ha már beküldi úgymond a belső naprendszer felé, akkor valószínűleg nem állnak meg úgymond a Mars közelébe, úgyhogy én azt gyanítom, bár ez csak tényleg sejtés, hogy szerintem nem lenne sokkal több, max annyi, mint tényleg itt a Föld körül.
Te esetleg lesz majd marsbázisú távcsövünk, akkor majd azt is lehet vizsgálni. Még annyira egy-két szót mondhatnál, hogy a Schumacher-Lévi becsapódás most az indította meg ezt a programot jó részt. Igen, láthattuk ugye a 90-es évek. Itt volt egy 92-től is, mert hogy a kongresszus elkezdett foglalkozni, de ami tényleg kicsit nagyobb lökést adott meg ennek a dolognak, az a Schumacher-Lévi üstökösnek a becsapódása volt a Jupiterbe. 93-ban vették észre az üstököst, és egyszer csak azt látták, hogy nem egy darab üstökös, hanem 21 darabra tört az üstökös a Jupiter perturbációja miatt, még pár évvel korábban, és kiszámolták, hogy 94-be be fog csapódni ez a 21 darab a Jupiterbe. És hát először figyeltek meg ilyet a csillagászat történetébe. Szerencsére akkor már a Hubble űrtávcső is ügymélködött, ahogy kéne. Gyakorlatilag az egyik első észlelései a Hubble űrtávcsőnek is ez volt, hogy figyelte a Schumacher-Lévi 9-nek az becsapódásait. Ja, és ez a Schumacher, ez ugyanaz a Schumacher, aki az űrszonda Neil Schumacher. Tehát ő egy alapvetően geológus volt, gyakorlatilag ő volt az, aki a 60-as években kimondta, hogy például az arizonai meteorit kráter, amiről még nem tudták, hogy meteorit kráter, tehát egészen az 1960-as évekig a geológusok körébe nem volt elfogadott az a nézet, hogy itt a Földön történnek becsapódások. Tehát az arizonai krátert is legtöbben vulkanikus eredetűnek vélték, a dinoszauruszok kipusztulását is inkább vulkanizmussal próbálták magyarázni, és a Schumacher volt az, illetve a felesége, ketten együtt, akik bebizonyították, hogy bizony az arizonai kráter az becsapódásos eredetű, és akkor innentől kezdve terjedt el az, hogy na igen, akkor a Földön is történnek ilyen becsapódások. És hát nem csak geológus volt, hanem csillagászattal is foglalkozott, és hát például a Schumacher-Lévi üstököst is ő fedezte föl, a Schumacher az ő a Schumacher. A Lévi meg a David Lévi, az meg egy híres, azt hiszem, amatőr csillagász, aki szintén elég sok üstököst felfedezett. Úgyhogy így kapcsolódik a tudomány, a geológia meg a csillagászat. Még csak hogy ő lett volna az első olyan űrhajós, amerikai űrhajós, aki mint geológus ment volna fel a világűrbe, de általában betegsége megakadályozta. Igen, én is úgy tudom, hogy valami egészségi állapotban nem ő ment, hanem és így lemaradt az utazásról. A más ment helyette 72-ben az utolsó 17-es küldetéssel, de a neve most nem jut a szembe. Scott Shepard volt talán? Shepard? Nem, az űrhajós volt. De egy geológus ment végül az Apollo 17-re, de nem ő volt az, de igen, mintha ő lett volna eredetileg. Igen. És talán a Hanvai is úgy vannak, hogy ő pár éve halt meg, igen. Hogy a Hanvait az űrbe kivitte valamelyik rakéta, vagy az űrállomásra vitték? Valamit volt a Hanvaival is, hogy az űrbe kivitték. A Holdra. A Holdra kivitték, igen. És akkor, ha már itt tartunk kiegészítésként, tehát a Jupiterbe való becsapódás, mi is láttuk egyébként szépen a nyomokat sokáig, hónapokon keresztül lehetett látni a mi távcsövünkkel is, hogy hát eddig azt gondolták, hogy csak a geológiai múltban voltak ilyen becsapódások, és most a szemünk előtt történt. Tehát ekkor aztán a politikusok is kezdenek félni, és akkor mindjárt megszavazták a programot. Azért kellett az a két film. Az később volt? Pár éve később, igen. Viszont van ilyen program, hogy a Holdat figyelik, és találtak is néhány becsapódást már. Tehát nem amikor távi Hold van, hanem amikor a sötét felére ott ilyen becsapódás, felvillanásokat észleltek néhányat. További. Először, másodszor. Hát akkor még egyszer megköszönjük Lacinak az összefoglalót, és akkor egy hónap múlva remélem, hogy akkor is ilyen szép számban találkozunk. Hányan nézték az interneten? 20-as nagyságrendben. Na, hát akkor már be se fértek volna ennyi a terembe. Úgyhogy akkor köszönjük szépen, még egyszer.
Köszönöm.